31. fejezet Dorian tudta, hogy Kolnak ebben a helyzetben nem volt más választása, mint hogy Szelénát a véres szobából a hátsó lépcsőházon át a lehető legmélyebbre, a kastély tömlöcébe vigye. A herceg megpróbált nem nézni keltén kíváncsi, félőrült arcára, amikor a barátja Szelénát a szomszédos cellába fektette, és a cella ajtót bezárta. Szeretném odaadni neki a köpenyemet mondta Dorien, és már készült is levenni. Ne tedd, felelte kolhalkan. Az arca még mindig vérzett, a lánya körmével négy mély karmolást ejtett az arcán. A körmével, de jóságos istenek. Szalmán kívül nem merek rábízni semmit. Kol már levette róla a maradék fegyvereit, beleértve a négy veszélyesnek tűnő hajtűjét is, és eldugott fegyverek után kutatva átnézte a csizmáját és a tunikáját is. Keltén halványan a lányra mosolygott. Ne ér hozzá, ne beszélges vele, és ne néz rá. Parancsolta neki Kol, mintha nem lett volna ott egy rács, amely a két nőt egymástól elválasztotta. Keltén csak fújtatott egyet, és összegömbölyödött a saját oldalán. Kol kurtán parancsokat osztogatott az őreinek, az étel és vízadagokról, illetve az őrségváltásról majd csarkon fordult. Dorian némen követte. Nem tudta, hol kezdje, a gyász hullámokban temette maga alá, amikor újra és újra eszébe jutott, hogy Nehémia meghalt. Ott volt benne még az émeigés és az undor, a hálószobában látottak miatt, de a döbbenet is megkönnyebbülés is, hogy mágiájával valahogy megállította szelén a kezét, mielőtt leszórta volna kolt, és hogy ezt a lányon kívül senki nem vette észre. Amikor a lány korra fújtatott, a szemében valami olyan vadság tükröződött, hogy a hideg borzongás futott végig a hátán. A kő csiga lépcső felénél a kapitány váratlanul lerogyott egy lépcsőfokra, és a fejét a kezébe temette. Te jó ég, mit tettem? suttogta. Bár olyan sok minden megváltozott kettejük között, nem hagyhatta ott kólt. Most nem. Végül is neki is szüksége volt valakire, aki mellé leülhet. Mondd el, mi történt. Kérte Dorian halkan. Leült mellé, és a lépcsőház sötétjébe bámult. Kól beszélni kezdett. Dorian meghallgatta a történetet, hogy a barátját miként rabolta el egy lázadó csoport, hogyan hatolt be Szeléna a raktárépületbe, és kaszabolta le az embereket, akár a fűszálakat, hogy a király egy héttel ezelőtt egy névtelen halálos fenyegetésről beszélt neki Nehémiával kapcsolatban, és megparancsolta, hogy erősítse meg az őrzését. Hogy a király aztán elrendelte a hercegnő kihallgatását, és arra utasította, hogy ma este tartsa távol Szelénát. Hogy átcser az a férfi, akinek a meggyilkolására Szelén a hetekkel ezelőtt megbízást kapott, elmagyarázta, hogy nehémi a kihallgatásával valójában a meggyilkolására gondoltak, és hogy a lány ezután. A szegény negyedből az egész utat idáig rohanva tette meg, de így is elkésett azzal, hogy a barátnőjét megmentse. Voltak dolgok, amelyekről Kol továbbra sem beszélt, de Dorian így is megértette. A barátja remegett, ami már önmagában véve is ijesztő volt, hiszen már ezzel is megrendítette a biztonságérzetüket. Még soha senkit nem láttam, aki úgy mozogna, mint ő, suttogta a kapitány. Még soha nem láttam senkit, aki olyan gyorsan futna, mint ő. Dorian olyan volt, mintha kóla fejét ingatta. Másodpercekkel, azután, hogy elindult, találtam egy lovat, de ő gyorsabb volt. Ez hogy lehet? Dorian korábban mindezt egyszerűen annak tudta volna be, hogy a barátjának a félelemtől és a fájdalomtól eltorzult az időérzéke de néhány pillanattal korábban az ő erején keresztül is átáramlott a mágia. Nem gondoltam, hogy ez fog történni. Kesergett Kól összeroskadva, homlokát a térdére hajtva. Ha az apád... Nem az apám volt, tiltakozott Dorian. Ma este a szüleimmel vacsoráztam. Éppen erről a vacsoráról jött, amikor Szeléna égő tekintettel elrohant mellette. Ez a tekintet elég volt ahhoz, hogy utána ruhanjon testőrei kíséretében, majd a folyosón majdnem összeütköztek kollal. Az apám azt mondta, hogy később vacsora után beszélne hémiával. Ha jól látom a dolgokat, akkor ez órákkal korábban történt. De ha az apád nem akarta megölni, akkor mégis ki lehetett? A halálos fenyegetés miatt több járőrt helyeztem riadó készültségbe, és ezeket az embereket én választottam ki személyesen. Akár kitette is, gond nélkül ment el mellettük. Akár kitette is. Dorian megpróbált nem gondolni a helyszínre. Kór egyik gárdistája a három halott látványára a szoba közepén elhányta magát, és Szeléna úgy állt ott, akár egy üres porhüvely, úgy merett Nehémiára, akárki tette is, beteges élvezetet lelhetett benne, fejezte be akkor a mondatot. Dorian lelki szemei előtt újra felvillantak a gondosan szinte szakszerűen feldarabolt hullák. De mit jelent ez? Könnyebb volt tovább beszélgetni, mint arról gondolkodni, hogy pontosan mi történt. Ahogy a ránézett, anélkül, hogy valóban látná, ahogy a könnyeit letörölte, és aztán a letört körmeit végighúzta a torkán, mintha érezné az alatt a lüktető vért, és ahogy aztán korra támadt, mennyi ideig fogod itt tartani? kérdezte Dorian lefelé nézve a lépcsőkön. A lánya testőrkapitányt az emberei előtt támadta meg, sőt, a támadásnál is rosszabb, ami történt. Annyi ideig, ameddig szüksége van rá, felelte Kolhalkan. Miért? azért, hogy már ne akarjon mindannyiunkat megölni. Szenéna már azelőtt tudta, hogy hol van, hogy felébredt volna, de egyáltalán nem érdekelte. Ugyanazt élte át újra és újra. Azon az éjszakán, amikor elfogták, épp így elvesztette a fejét, és csak egy hajszán választotta el attól, hogy megölje azt a szemét, akit a legjobban gyűlölt. De akkor valaki kiütötte, és egy bűzös tömlöcben ébredt. Amikor kinyitotta a szemét, keserűen mosolygott. Mindig ugyanazok a történetek, ugyanaz a veszteség. A cella másik végében a földön egy tányér állt, kenyérrel, sajtal, valamint egy bádok bögre vízzel. Szeréna felült, hasogatott a feje. Megtapintotta a fején lévő dudort. Mindig is tudtam, hogy te is itt fogsz kikötni, szólt Keltén a szomszédos cellában. A királyi felségeknek belőled is elegük lett? A lány közelebb húzta a tárcát, és a szalmaprics mögötti kőfalnak dőlt. Nekem van belőlük elegem, felelte. Valakit megöltél, aki különösen rászolgált? Szerén a hasogató fejfájása miatt lehúnyta a szemét. Majdnem. Érezte a ragacsos vért a kezén és a körme alatt, kolvérét, Remélhetőleg maradnak hegek a négy karmolás után az arcán. Remélhetőleg soha többé nem látja, különben megöli. Kol tudta, hogy a király ki fogja hallgatni Nehémiát. Tudta, hogy a király a legkegyetlenebb, legvérszomjasabb szörnyeteg az egész világon. A barátnőjét ki akarja hallgatni, és nem szólt neki, nem figyelmeztette őt. De nem a király volt, nem az alatt a néhány perc alatt, amit a hálószobában töltött világossá vált számára, hogy ez nem az ő kézjegyét viseli. Ennek ellenére Kohl tájékoztatták a névtelen fenyegetésről, tudta, hogy valaki ártani akar Nehémiának, és nem szólt neki. Teljesen idiót a tisztességből és a király iránti lojalitásból még csak eszébe sem jutott, hogy Szeléna tehetne valamit a gyilkosság megakadályozása érdekében. Most mindennek vége. Miután elveszítette szemet és távol végbe küldték, teljesen szétesett. De a bánya vigasztala... vigasztalanságában összeszedte magát. És amikor idejött, olyan buta volt, hogy hit abban, hogy kollal a kirakós utolsó darabkája is a helyére kerül. Olyan buta volt, hogy egy rövidke pillanatig azt hitte, boldog lehet. De a halál volt az ő átka és az adománya. A halál ezekben a hosszú-hosszú években jó barátja lett. Meggyilkolták Nehémiát. Suttogta a sötétben, mert muszáj volt valakinek elmondania, hogy kioltották ezt az egykor oly fénylő lelket, hogy Nehémia itt, ezen a világon élt, és milyen jó, bátor, valamint csodálatos ember volt. Kertén először Néma maradt. Egy idő múlva halkan megszólalt, úgy, mintha az egyik csapást a másikra lehetne cserélni. Öt nap múlva Perington herceg moradba utazik, és én vele tartok. A király azt mondta, hogy hozzám hozzámegyek feleségül, vagy itt lent fogok rohadni életem végéig. Szenén a feléje fordulva kinyitotta a szemét. Keltén a falnál ült, karjával átkulcsolta a térdét, még koszosabb és nyúzottabb volt, mint a legutolsó látogatásakor. Még mindig szelén a köpenyébe burkolózott. Te elárultad a herceget, felelte a lány. Miért akarna feleségül venni? A nő halkan nevetgélt. Ki tudja, hogy ezek az emberek milyen játékokat játszanak, és milyen céljaik vannak. Koszos kezével megdörzsölte az arcát. Egyre jobban fáj a fejem, morogta, és a szánycsapások azok sem maradnak abba soha. Az álmaim tele vannak árnyakkal és verdesű szárnycsapásokkal. Mesélte Nehémia, és Keltén is említette már egyszer a szárnyakat. Mi köze van egyiknek a másikhoz? kérdezte Szeléna. A szavai egyszerre visszhangoztak élesen és tompán. Keltén meglepve vonta fel a szemöldökét, mintha fogalma sem lenne arról, hogy mit mondott. Mennyi ideig fognak itt tartani? kérdezte. Azért, mert megpróbálta megölni a testőrkapitányt, talán örökre, de fütyűre, azt sem bánja, ha kivégzik. Őjék meg, ha akarják. Nehémia nem egy, hanem sok királyság reménye volt. Soha nem jön létre a királyi udvar, amelyről álmodott. Elivi soha nem lesz szabad, és neki sem lesz soha többi alkalma arra, hogy bocsánatot kérjen tőle azért, amit a vita hevében a fejéhez vágott. Az utolsó szavak, amelyeket Nehémia hozzáintézett, már örökre úgy maradnak. Ez marad az utolsó, amit a barátnője róla gondolt. Egyszerűen gyáva vagy. Ha kiengednek, mondta Keltén, miközben mindketten a cellájuk sötétjébe bámultak, gondoskodj arról, hogy megkapják a büntetésüket. Mindenki. Szelén a saját lélegzetvételét figyelte, érezte kol a körme alatt, és azoknak az embereknek a vérét, akiket lekaszabolt, érezte a jeges hideget Nehémi a hálószobájában, ahol az ágya vérben ázott. Meg fogják kapni. Esküdött meg Szelén a sötétségnek. Ezen kívül már mindennek vége volt. Jobb lett volna, ha távol végben marad. Ott halt volna meg, úgy érezte, mintha nem a sajátja lenne a teste, amikor a tálcát az étellel közelebb húzta magához, és a fém megzőrent az öreg nedves köveken. Nem is volt éhes. Nyugtatót kevernek a vízbe. Szólt Keltén, amikor szerén a bádok bögre után nyúlt. Velem is ezt csinálják. Az jó, felelte a lány, és egy húzásra kiitta a bögre tartalmát. Három nap telt el. Minden étkezéskor kevertek nyugtatót az italába. Álmában és ébren is abba a szakadékba merett, amely az álmait uralta. Az erdő a szemközti oldalon eltűnt, a szarvas sem volt már ott, mindenhol csak sziklás, kopár vidék és a gonosz szél, amely újra meg újra essuttogta. Egyszerűen gyáva vagy. Szeléna tehát minden alkalommal kiitta a gyógyszerezett vizet, és hagyta, hogy az elkábítsa. Körülbelül egy órával ezelőtt itta meg a vizet. Szólt a negyedik nap reggelén Reszkolhoz. A férfi bólintott, szelén a beesett arccal öntudatlanul feküdt a földön. Evett? Egy harapást vagy kettőt. Nem próbált megszökni. Egy szót sem szólt hozzánk. Resz és a többi testőr nyugtalanul nézte, ahogy Kól kinyitotta a Stella ajtót. Nem bírta már egyetlen másodpercig sem tovább, hogy ne lássa őt, Keltén a szomszédos szobában aludt, és nem mozdult, amikor bement szelén a cellájába. Melléje térdelt. Arvat vérszaga volt, és a ruhája rászáradt vértől teljesen megmerevedett. A férfi torka összeszorult. A kastélyban az elmúlt napokban elszabadult a pokol. Nehémi a gyilkosai után kutatva kol parancsára átfésülték nem csak a kastélyt, de az egész várost is. Többször járt a királynál is, hogy elmondja neki, mi történt, hogy őt is elrabolták, és valaki külön odavezényelt őrök ellenére bejutott nehémiához. Meg volt lepve, hogy a király nem bocsájtotta el, vagy nem történt valami még rosszabb. A legszörnyűbb az volt, hogy a király még elégedetnek is tűnt. Megszabadult egy problémától, anélkül, hogy bepiszkította volna vele a kezét. A fő gondja az a felbojdulás volt, amelyet a hír elviben elkerülhetetlenül ki fog váltani. Egy másodpercig sem gyászolta Nehém miatt, és a lelkiismeret furdalás leghalványabb jelét sem mutatta. Kol maga is meglepődött, hogy mekkora önuralomra volt szüksége ahhoz, hogy ne folytsa meg a saját uralkodóját. De nem csak a saját sorsa függött engedelmességétől és jó viselkedésétől, amikor a királynak Szeréna állapotát taglalta, az nem mutatkozott, különösebben meglepetnek. Csak annyit mondott, hogy a lány újra egyenesbe kell hozni, és ezzel a dolog el van intézve. Egyenesbe hozni. Kól gyengéden felemelte a lányt, és kivitte a cellából. Soha nem bocsátja meg magának, hogy ebbe a büdös tömlőcbe vetette, még ha nem is volt más választása. Ezekben a napokban a saját ágyában nem sem tudott aludni, mert még érezte benne a kedvese illatát. Amikor az első éjszaka lefeküdt, eszébe jutott, hogy a lány éppen hol fekszik, és akkor átköltözött a kanapéra. A legkevesebb, amit érte tehetett, az volt, hogy visszaviszi a saját lakosztályába. De azt nem tudta, miként hozhatná egyenesbe. Nem tudta, hogyan javítson meg valamit, ami tönkrement, benne és köztük, az emberei vele voltak, miközben felvitte a lányt a lakosztályába. Nehémia halála megviselte, lépten nyomon üldözte, már napok óta mert nem mert tükörbe nézni. Még ha nem is a király ölette meg a hercegnőt, ha figyelmeztette volna Szerénát a fenyegető veszélyről, akkor legalább résen lett volna. A Nehémiát beavatta volna, akkor a testőre is óvatosabbak lettek volna. Döntésének következményei időnként olyan durván érintették, hogy nem kapott levegőt. És akkor még itt volt ez a következmény is, akit a karjában tartott, amikor ez kinyitotta a lakosztálya ajtaját. Filippa már várta őket, és a fürdőszoba felé intett. Erre egyáltalán nem gondolt, hogy Szelénát le kell mosdatni, mielőtt az ágyba kerül. A fürdőszoba felé menet képtelen volt a cselét szemébe nézni, mert tudta, milyen igazságot olvasna ki belőle. Ezt már abban a pillanatban felfogta, amikor a lány Nehémi a hálószobájában feléje fordult. Elvesztette őt. És soha, soha többé nem fogja közelengedni őt magához.